A csapó előtt mondom, hogy a felvétel teljesen házi használatra készül. Nem megy kiadásba sehova. Csak archiváljuk a galériára. Még úgy reméltem, hogy nagy kereskedelmi csatorna. Esetleg TV2-nek, vagy a minden. Szóval nyugodtan lehet majd bármit kérdezni, vagy mondani. De egyébként nem. De egyébként is, tehát volt már itt a Galkó Balázs, és felolvasott Jancsótól, amit írt az Orbán Viktornak. Leadta a Galga TV2, és mondom, már jött egy jobbikos, hogy mi volt itt? Mi volt itt? Költészet. Elemér. Isten hozott. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Elnézést a képarányért. Ez az én nagy hibám, illetve a projektoré. Ez így van egy történetem, mielőtt itt elkezdeni mentegetőzni. Volt a filmművészetnek egy nem is olyan nagyon régen elhúlt ikonikus figurája, a Stanley Kubrick. Nyilván akik filmet szeretnek, azoknak nem kell bemutatni a Barry Lyndon, az ő Shine, az űr Odissea és a tágra nyílt szemeknek a rendezőjét, aki egyébként eredetileg fotográfus volt, aztán operatőr lett és később kezdett el rendezni, de hát élete végéig megszállottja volt a képnek. Zárójelbe majdnem csináltam vele filmet, előkészítettem vele egy filmet, ami aztán nem valósult meg. De ő volt arról híres, többek között a sok ismert dolog mellett, hogy az utolsó pillanatig kísérte a filmjének sorsát. Tehát amikor elkészültek a kópiák, akkor megkérdezte, hogy mik azok a mozik, ahol a filmet játszani fogják, és volt egy ember, aki elment ezekbe a mozikba, bekapcsoltatta a vetítőgépeket, oda ment a vászonhoz, megmérte, hogy a lux mennyiség egyenletesen oszlik el a vászon, hogy megfelelő mennyiségű fény van, éles a kép, minden, és aláírt, hogy itt mehet a filmje. Na most én ezt nem tettem meg, de nem is vagyok Stanley Kubrick, hát csak ennyit bevezetőképpen. De azért jó, hogy látták, akik eljöttek. És hát, hogyha még valami csoda történik egyszer, és a valamelyik televízió is levetíti, vagy valamelyik mozi még egyszer műsorára tűzi, mert vannak filmek, amiknél én magam is azt mondom, hogy nem igazán az a fontos, hogy milyen külalakban jelenik meg a film, de ennél a filmnél azért komoly jelentősége van annak, hogy megkapja a magáét a látvány. Hát azért azt el kell mondjam a mentségemre, hogy ez egy kísérlet volt, azt mondták a nézők, hogy így is fantasztikus volt. Hát nagyon aranyosak a nézők, és nagyon toleránsak, köszönöm szépen neki. Még mielőtt belejönnétek itt a kérdezésbe, addig hagy meséljek egy kicsit arról, hogy hogyan is kerülök én egy ilyen filmnek a közelébe, pontosabban hogyan talál meg engem egy ilyen munka. A 110 és a 120. filmem között van ez valahol, ameddig édesanyám élt, addig ő írta. Írta és csinálta a rubrikákat, hogy most hánynál tartunk. Most már nem tudom pontosan, mert... Wikipedia 100-nál tart. Igen. Szóval fölvetődik a kérdés, hogy miért kell nekem egy ilyen filmet csinálni, pontosabban mi az, amiért engem érdekel egy ilyen film. Egész életemben csak filmeket fotografáltam, néha elvétve az utolsó 10 évben rendeztem is egyet-egyet, és mindig úgy érzem, hogy tulajdonképpen, ha már ez jutott nekem, ha már nem lettem tájépítész, ha már nem lettem mozdonyvezető, meg pilóta, hogy akkor legalább ezen a, hát aránylag szűk mezsén, hogy a palettán minden szint keverhessek ki, és mindenből jusson nekem. És nagyon ritkán adatik meg az embernek, hogy egy operatőrnek, hogy egy olyan filmnek legyen részese, ahol a 100 perc alatt 12 mondat hangzik el.
és ugyanakkor el kell egy történetet mesélned, és nincs mese, hát akkor meg ki vagy mi mesélje el a történetet, ha nem a kép. És tulajdonképpen ez kapott meg engem akkor, amikor a teljes ismeretlenség nem is homályából, hanem mély feketeségéből. Egy autót alkalmával, amikor az autó, városban autóztam, fölhívott egy az angol törve beszélő úr, aki azt mondta, hogy szeretne velem filmet csinálni. Volt nekem egy tanítványom a főiskolán, aki ilyen telefonvicceket, meg mindenféle vicceket csinált velem, hogy fölhívott csehül beszélve, amit egyébként nem beszélt is, és akkor harmadik mondat után mondtam neki, hogy Klöffler Tibi, le vagy olvasva, számadénak vége, mondjad, hogy mit akarsz. Ennek a George Ovasvilinek is mondtam, hogy Tibi, kém, mondjad magyarul, mert megyek ebédelni, és értek. De ő nem mondta, hogy pardon, és akkor folytatta tovább. Na, nem húzom a történetet, elküldött nekem egy szinopszist, mert mondtam, hogy ahhoz, hogy én igent vagy nemet tudjak mondani, gyorsan el kell olvasnom valamit a filmről. Megnéztem az interneten őt magát, egy filmet csinált ezelőtt a film előtt. Ez a második filmje. Ez a második filmje volt. És hát a szinopszisból egyetlen dolgot tudtam dekódolni, hogy itt nem dumálják agyon a filmet, hanem képek vannak. És akkor először azt hittem, hogy Azerbajdzsán. Úgy is mondtam mindenkinek, hogy megyek, aztán kiderült, hogy ez Grúzia, és hát elég nagy különbség van, most már tudom. Akkor is illett volna tudni, de most már tudom, hogy nagy különbség van a két ország között. És hát mikor kérdeztem, hogy mikor kell menni, akkor mondta, hogy holnap után, de aztán a holnap utánból két hét lett, de valóban azután, hogy ismeretlenül fölhívott, én két hét múlva már Tbilisziben voltam. De előtte el kellett mennem Prágába, Prágából Berlinbe, és ott szálltam repülőre, és sokat vonatoztam, és ott olvastam a forgatókönyvet. Pontosabban tettem egy kísérletet, hogy elolvassam a forgatókönyvet. Az olvashatatlan volt, szóval olyan elképesztően száraz volt, és érdektelen, hogyha nem a szinopszist olvasom először, hanem belekezdek abba a 65 oldalba, amiben le van ez a történet írva, akkor valószínűleg azt mondom, hogy köszönöm. Na, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mi az, ami inspiratív tud lenni ilyen életkorban, ennyi filmmel a hátam mögött, hát többek között az, hogy egy olyan generáció szólított meg, akivel most már nem nagyon van lehetőségem egyébként dolgozni. Pontosabban az életem ezen szakaszában, ez hiszem 3 éve történt, akkor úgy tűnt, hogy számomra lezárult az út a fiatalok felé. Na most fiatalokon én az 50 éveseket is nagyon fiatal embereknek tartom, és ez a George is közel van az 50-hez, vagy éppen annyi. Szóval ez nagyon, nagyon, nagyon inspirált engem, és nagyon tetszett, hogy lehetőségem van bizonyítani azt, hogy beszélem a nyelvét ennek a generációnak is, akik mondjuk a gyermekeim lehetnének. Meg izgatott, hogy soha életemben nem voltam ilyen ezen a vidéken földrajzilag, meg hogy egy helyszínen játszódik a film, hogy összesen 2 szereplője van, szóval tudott olyan újdonságokat nyújtani, olyan hívó szavak jelentek meg a horizonton, hogy egyszer nem tudtam ellenállni. Zárójelben nem is volt mit csinálnom abban az időben, és arra már rájöttem korábban, hogy tulajdonképpen hát addig él az ember, ameddig feladatai vannak, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen feladatok, azért a legjobb, hogyha ezek szakmai feladatok, és legyenek elsőben azok. Úgyhogy hát rácsaptam erre a dologra, és elutaztam. És hát valóban egy
még valamit, az én emlékezetem rendkívül szelektív, és nagyon, nagyon elfelejtem a kellemetlen dolgokat. Nagyon nehéz film volt ez mindenféle szempontból. 72 napig forgattuk, ami azt jelenti, hogy lényegesen több mint 3 hónapot töltöttem ott 2 periódusban, mert a film elméletileg 4 évszakot, vagy 3 évszakot ölel fel, amit mi két részletbe forgattunk le. Ami talán még érdekelheti önöket, hogy hát ez a sziget, ez egy mesterséges sziget volt, amit láttak. Ezt nem a lezuduló eső hordta össze ezt a szigetet, hanem grúziai munkások és dömperek, mégpedig egy mesterséges tónak a kellős közepébe helyezték el. De hát ott volt, ahol lennie kellett. Na most, amikor én kiutaztam, akkor már nagyjából állt ez a sziget. És egyetlen nagy bánatom volt, hogy se a napkeltét, se a napnyugtát nem lehetett látni. Tehát a hegyek mögött kelt föl a nap, és ott is bukott le. Így aztán nagyon sok gicses képtől mentettem meg a nézőket ez a földrajzi szituáció, mert vannak a természetnek olyan elemei, amiknek egyszer nem tudok ellenállni, hogyha tüzet látok, akkor nem csak én meredek bele a tűzbe, hanem a kamerámat is arra fordítom, és ugyanez van a napkertével, a napnyugtával is. És a kukorica, az hogy nőtt? A kukorica se volt egy egyszerű feladat, ugye, mert nem akkor forgattuk a filmet, amikor természetes módon olyan fázisba ért a kukorica növekedés, hogy ezt a film megkívánta volna, valamint nem volt idő kivárni azt, hogy valóban kikeljen. Úgyhogy a forgatási helyszínen, ami a civilizációtól eléggé messze esett, egy-két falu volt a környéken, a falu egészen másképp értendő, mint egy mondjuk egy magyar falu. Az ilyen elszórt házakból áll, amik egymástól ilyen 500 000 méternyi távolságban vannak, és itt építettünk üvegházat, és ebben az üvegházban előneveltük a kukoricát, mégpedig a kukoricának több generációját. Ami elméletileg nagyon jó volt, viszont kiderült, hogy valamiért az a föld, amiből mi megalkottuk ezt a szigetet, az olyan föld volt, amit a kukorica nem szeretett. Fogta magát, és néhány forgatási nap után lekókat öntöztük, mindent csináltam. Nem volt szakmai tanács. Nem volt valahogy, az összetétele nem volt jó a földnek. Ebből kifolyólag hát nagyon, nagyon sokszor újra kellett vetni mondjuk a baby, úgy hívtuk, hogy baby kukorica, a kicsi kukoricát. És akkor megjelent, akkor egy fél napot le kellett állni, és akkor megjelent 30-40 ember ott azon a kis szigeten, és szedték ki, és rakták oda a következő generációt. Meg az olyan borzasztó dolgok is előfordultak, hogy valamiért nem tudtunk egy jelenetet a közepes méretű kukoricával leforgatni, úgyhogy azt akkor ki kellett szedni a földből, hozni a nagy kukoricát, de vissza kellett térni újból 2 hét múlva a közepes kukoricára, úgyhogy elég tébolyú dolog volt ez, amiből én igen keveset, csak éreztem a feszültséget, mert nem igazán értettem, hogy mi az, amit körülöttem beszélnek, mert a diskurzus főleg grúzul szólt. Nagyon érdekes egyébként, mert ugye azt hittem, hogy hát a 16 tagállam volt a Szovjetunióban, oroszok 16 vagy 18, hogy hát mindenki beszél oroszul. Magamról pedig tudtam, hogy kb. 12 évig minimum tanultam oroszul, és egyszer már a pályafutásom során, amikor a Rasputin című filmet forgattam, és Szentpéterváron dolgoztunk, akkor ott orosz világosítók voltak, és akkor ugye elő kellett bányászni magamból az orosz szókincsemet.
most másod, de azóta is eltelt 20 év már a Rasputin óta, meg én sem lettem fiatalabb. És az az ördögi, hogy nem az jutott, nem olyan szavak jutottak eszembe, hogy azt a lámpát tedd balra jobbra, hanem az, hogy paszagyil gyegy repku. Ez az orosz népes, ez a tyanyúli, tyanyúli, jevű, tyanyúli repku. Tanzel a repkeszlánkom, igen. És hát rettenetes sikerem volt vele, csak nem értették, hogy most mit akarok ezzel a dolgokkal. Szóval ők megbeszélték egymás között a gondjaikat, de azért valahogy mindig megoldott. Imádta a fizikalitást, ő is állandóan ásott, dolgozott, mindent csinált, és birkózott a török színésszel, a főszereplővel, aki 20-valahány éve nem csinált filmet. Hajdanán nagyon-nagyon híres és népszerű török színész volt, és ahogy mondani szokták, kiitta magát a szakmából, és senki nem mert vele dolgozni egészen eddig a filmig, de olyan volt a fiziognómiája, olyan volt az arca, hogy beleszeretett a rendező, és elhozta ez a filmhez. Viszont a törökön kívül nem beszélt ő semmilyen más nyelven. Úgyhogy tolmácsok vettek körül minket. Na most én a rendezővel angolul beszéltem, és hogyha valamit kértem a színészi játékkal kapcsolatosan a rendezőtől, akkor azt mondtam a Georgie-nak angolul, hogy Georgie, mondjátok meg a Pasinak, hogy egy lépéssel jöjjön közelebb a kamerához. És akkor a Georgie lefordította a grúz török tolmácsnak, de valahogy az ebben az interpretációban ez a mondat, hogy egy lépéssel közelebb, már ilyen rövid népmesévé gazdagodott. És akkor törökről elmondták az embernek, török embernek, az már egy ilyen jó 5 perces. És akkor a végén nem egy lépéssel közelebb, hanem egy lépéssel hátra. De az arca az megkérdőjeles, tehát nem volt. A kislány pedig egy grúz hegyi faluban hosszas keresés után, internetes és mindenféle keresés után találta meg a rendező. A kis soha életében, semmit nem tudott a filmezésről és a filmkészítésről. Egy aranyos, tüneményes kislány volt, természetesen ő is csak grúzul beszélt, de hozzá egy lépcsővel rövidebb volt az út, mert a Georgie közvetlenül tudta neki közvetíteni az én kívánságaimat. Hát és így dolgozgattunk, amikor a török ember éppen jó állapotban volt, akkor tudtunk dolgozni. Néha akkor is beleesett a vízbe, mikor ez nem kellett volna, hogy beleesett. De szóval azért úgy araszoltunk és mentünk előre. Azért nehéz volt az egésznek a logisztikája, mert azért csak egy szigeten voltunk, és a partot az csónakkal lehetett csak elérni. És nem egyszer, nem kétszer fordult elő, hogy szinte az egész szigetet megmutatta a kamera. Nem lehetett WC-t felépíteni, Nem csak, hogy WC-t nem lehetett felépíteni, hanem mindent, ami a filmgyártáshoz szükséges, eszköz, azt el kellett távolítani a szigetről, sőt, azt a kábelt, ami a szárazföldről a szigetre hozta az áramot, azt is el kellett tüntetni, és ez bizony volt, hogy két naponta előfordult, és ez komoly nehézségeket okozott. Meg hát azért, ez, ha már említetted ezt a toj-tojt, hát nem véletlenül, azért rettenetes feszültségbe ért az ember, hogy karbantartsa a gyomor működését, mert ugye ahhoz csónak kellett, ami kiviszi a part, csónakot oda kellett hívni, a csónak ki a partra, az ki a potyantós WC-hez, és aztán az egészet oda-vissza megjárni. Úgyhogy meggondolta az ember kétszer is, hogy hasmenése legyen, vagy nem. Filmezés az egy iszonyatosan kemény meló. Emlékszem, amikor benne voltatok a filmben, és mentünk színházba. Emlékszel? Nem.
8-kor kezdődött a darab, nekem 6 órán volt utána még 2 szakköröm, és mondom, azért biztonság kedvéért kicsit lefeküdtem aludni. Mert nagyon elfáradtam aznap a suliba, és egy kicsit késtél, és meg kimentem elé, hogy honnan jössz, és mondtad, hogy hát bedőlt az egész a folyóba, mert a törökök, és akkor esett a 60 centi hó, és Tbiliszibe mentél vonattal, és onnan Varsóba. Szóval, hogy borzalom, és egyből jöttél a színházba. Ja, hogy onnan egyből mentem a színházba, igen. Hát volt, a filmnek lett volna még egy vége, amit hóba vettünk föl, de aztán azt nem sikerült jól megcsinálni, úgyhogy ez nem is került bele. Nem, az eleje lett volna a filmnek, de ami nincs a filmben, az nem létezik. Na, szóval rövidre fogva a dolgot, nekem most már csak a szép emlékek maradtak meg a filmből, és hát a film, hála jó Istennek, nagyon komoly nemzetközi karriert futott be. Még Magyarországon is játszották 2 hétig a moziban, de a viccet félretéve az Oscarra jelöltek 7-es körében még jelen volt, és onnan. Meg hát Karlo Vivari, onnan. Meg és hát Karlo Vivari után még egy darabig számoltuk a Judittal, hogy hány fesztiválon vett részt, de számtalan fesztiválon vett részt, meg nyert díjat. Én is nyertem vele operatőri díjat, nem is egyet. Szóval jó volt. És hát az a szomorúság, hogy az Ovas Vili, a rendező, az most kezd februárban egy filmet. Akkor most csinálhat filmet? Igen, összehozta a pénzt a következő filmjére, amit szintén együtt kellett volna, hogy csináljuk, de korábban elvállaltam már egy munkát, sajnos vagy nem sajnos, amit februárban kezdek itthon forgatni, úgyhogy azt kellett, hogy válasszam, de fatalista vagyok, úgyhogy így van, ez jól, ahogy van. De most én egy kicsit elhallgatnék, és inkább azt kérném a kedves itt ülőktől, hogyha bármilyen a film tartalmával, képi megjelenítésével, bármivel kapcsolatos kérdésük van, akkor ne habozzanak. Hanem kérdezzenek gyorsan. Ez csak egy másról is lehet, vagy csak erről a filmről? Más, persze, hogy lehet másról is. Én kíváncsi volnék, hogy van-e, és igen, akkor mi a legkedvesebb filmje, illetve ilyen így rendező is kikapták el legszívesebben dolgozatot. Illetve itt utalt a következő filmje, hogy esetleg erről is. Igen. Hát. Menthetetlenül összekapcsolódik az emberben a film sikere azzal, hogy az én számomra is mennyire marad emlékezetes, vagy mennyire szeretem. Inkább azt mondanám, hogy a 100 filmből van 20 vagy 30, amit kifejezetten nem szeretek. Szóval ami egyszer félreértés volt, nem biztos, hogy meg kellett volna csinálni, de borzasztó nehéz kiszállni egy mókuskerékből, és nagyon nehéz prognosztizálni egy filmnek a kvalitását csupán a forgatókönyv alapján, vagy akár a rendező személye alapján. Tehát volt nekem sok mellényúlásom akkor, amikor majdnem mindent elvállaltam, amit elém tettek, meg hát az se biztosíték, hogy az ember csinál egy nagyon jó filmet, mint mondjuk a Régi Idők fociát, ami hát ugye nem is tudom, talán 40 éve, hogy 73-ban csináltuk, és hát még minden évben most is valamelyik televízió levetíti, és áll a lábán. És ugyanezzel a rendezővel, a Sándor Pállal meg csináltunk nagyon rossz filmet is, szóval az is előfordult. Tehát nincs biztosíték se az Ötös Lottóra, se arra, hogy kell jó filmet csinálni. Ha lenne, akkor azt már az amerikaiak rég kitalálták volna. Pedig kísérleteznek vele, mindenféle receptek vannak arra, hogy hogyan kell remek művet alkotni. A keleti parton pedig a Zsdanov
biztatta erre az alkotókat, hogy alkossanak remek műveket. Szóval a kérdésre visszatérve, valószínűleg azért, mert életem legnagyobb sikerét is hozta, én a remény útját, ha egyet kell mondani, akkor a remény útját mondom. Ez az 1991-ben bemutatott és Oscar-díjat nyert film, aminek az aktualitása, ha szabad azt mondani, akkor ma legalább akkora, mint 1991-ben volt, amikor is az első igazi nagy európai exódusz elkezdődött, és furcsa módon a törökök voltak azok, akik elindultak a gazdag Európa felé, és ez a film egy török családnak, anatóliai, nagyon szegény családnak a történetén keresztül mutatta meg ezt az egész keserű, szörnyű vándorutat, amit ezeknek az embereknek meg kell tenni, akik teljesen nyilvánvaló, az igazi különbség az, hogy a mai terminológiával élve ezek igazán gazdasági menekültek voltak akkor, a 90-es években, mert ők csak egy jobb életkörülmények közé akartak kerülni, és így is megrázó sorsot tár fel a film, és a háta mögött érezzük azt a több százezer embert, aki akkor elindult Európa, Kelet-Európa különböző részeiről a gazdag nyugat felé. Szóval ezt a filmet nagyon szeretem, azért, mert nagyon őrzi az aktualitását. De hát nagyon sok magyar film is van, de szeretem a Rasputyint is, az is kedves film volt. Nagyon szeretem a Josephine Baker életéről szóló filmet. Sok minden szeretek. Sok amerikai filmet is csináltál, dolgoztál Amerikában. Igen. Tulajdonképpen volt az HBO-nak, az most már elég népszerű Európában is. Volt egy korszaka, sőt, hát ők kezdték el először azokat a nagyon magas színvonalú televíziós filmeket csinálni, amik kvázi fölvették a versenyt a mozifilmmel. És az, hogy már a televíziós filmekben világsztárokat látni, és pontosan olyan színvonalúak, mint amilyenek a mozifilmek, vagy jobbak, az tulajdonképpen az HBO úttörő munkájának és ambíciójának köszönhető. Én ebben a korszakban csináltam, azt hiszem, 8 vagy 9 HBO filmet. De hát ilyen világsztárok, mint a Banderas. No, kérdezzetek még. Ennek a filmnek mennyire van realitása az ott élő embereknek? Egyáltalán honnét volt az ötlet? Amit a film elején olvashattatok, az, elég gyorsan ment el, szóval úgyhogy felírtottam, mert olvasom. Az a lényege, hogy valóban kihasználnak minden talpalatnyi földet, ahhoz, hogy nagyon szűkösen élnek, borzasztó szegények az emberek, nagyon nagy szegénység van, főleg vidéken. Tbilisi az egy nagyon dinamikusan fejlődő város, tehát ott érződik a kapitalizmus. Ők, a vidéki emberek rettenetesen szegények, de nagyon furcsa módon, szóval másfajta a szegénység, mint Magyarországon. Olyan nincsen, hogy valaki éhezik, mert mindenkinek van földje, a kicsi földje is. Házban laknak, falon is házban, rémes egyszerű házakban, az angol WC az nem létezik, de megtermelik azt, ami a mindennapi életükhöz szükséges, állatokat tartanak, de ugyanakkor, akinek nem jut föld, annak ki kell használni egy ilyen lehetőséget, hogy ha megjelenik egy föld darab, akkor azt azonnal elfoglalni, bevetni valamivel, és arra az esztendőre a térre megvan a takarmány az állatoknak, vagy nekik van krumpliuk, vagy kukoricájuk.
ez abszolút realitás, mai realitás. Én arra is gondoltam, hogy arról is kell beszélni, hogy igazából tehát gyönyörűek voltak a képek, meg izgalmas ez a dolog, hogy mennyire nő a kukorica, de a filmnek a mondani valója, ez megint csak nagyon aktuális, hogy két táborra szakad minden, és a gyűlölet az talán az a konstans, vagy az az egyedül, ami növekszik. Ez egy borzasztó ember, hogy milyen utóélete volt ez most politikailag ennek a filmnek, mondjuk a grúzoknál, vagy hogyan hatott ez az ottani közvéleményre, mert ez a polgárháború, vagy háború, ez azért ez egy nem túl régi történet, tehát ez még... Igen, 2008-ban ők még háborúban álltak Oroszországgal. Hát nem igazán szerette ezt a grúz politika, mármint úgy értem, hogy a hivatalos politika. Nem találták eléggé hazafiasnak a filmet, hiszen az ellenség oldaláról ábrázolta a történetet, pontosan azt szimbolizálva, vagy azt példázva, hogy milyen abszurd ez a szembenállás egy olyan esetben, mikor valaki a senki földjén él, hogy mennyire nincs értelme a mindennapi ember életére lebontva, milyen abszurditás ez a fajta háborúzás, és mennyire evidens az, hogy egy embert, aki bajba van, aki sebesült, az tökéletesen mindegy, hogy melyik oldalon áll, azt az embert oltalmazni kell, és annak segíteni kell, még akkor is, hogyha ezzel magamat sodrom bajba. Úgyhogy nem volt, ilyen szempontból nem volt a film, nem fogadták jól a filmet, sőt, még a parlamentben is szó esett róla, és ad abszurdum hazaárulással vádolták a rendezőt, hazaárulással és pedofíliával. Pedofíliával azért, mert hogy a kislánya a vizes ruháját levetette és kicsavarta az egyik jelenetben. De hála Istennek a világ sok-sok országában másképp értékelték a történetet, és pont az emberi voltát emelték ki, és pont azt a mindenféle politikai rendszertől független alapmagatartást, amit ez a film felmutatott. Kicsit furcsán tűnt el ez a sebesült, nem tudom, hogy ez mennyire volt szándékos, vagy mit szeretett volna a rendező mondani ezzel, mert egyszer csak hipót meggyógyult. Igen. Meg már... Lehet, én nagyon nehezen tudom a történetnek az, hogy hol sántít, vagy nem sántít a történet, ezt nehezen tudom megítélni. Az ambíció az volt, hogy ez az ember megérzi. Igen. Pontosabban tudja, hogy ő veszélyt hoz erre a másik két emberre. És abban a pillanatban, amint mozgásképes, és akkor elhúz onnan, hogy ne hozzon bajta. Ő is veszélyben van, úgy érzem. Ő is veszélyben van, és másokra is veszélyt hoz. Egy ravasz kérdésem lesz. Miért kezdtünk el félni az emberi történetektől? Olyan keveset lehet látni, most, és közben pedig ugyanúgy, sőt, talán jobban hatnak, mint ilyen szuperül megcsinált 10 percenként agyon öltözősök. Tehát, hogy miért kezdtünk ettől félni? Mi magyarok például sok ilyen filmet csináltunk a 60-70-es években, amik emberi történetekről szóltak, és ezek valahogy például a mi filmművészetünkből is eltűntek. Hát nem, egyrészt nem igazán tudok a lövöldözés filmekről igazából nincs mondani való, mert se nem nézem őket, se nem csinálom őket. Azért csinálom. Például most az utat eszembe, hogy ha az amerikai, akkor tuti biztos, hogy valamelyik katona lőtt volna legalább. Hát lőtt volna és megerőszakolták volna a kislányt. Igen, sőt, azt gyakorlatilag így van. És ha én sztereotípiákban gondolok, én ezt is vártam. És gyakorlatilag ehelyett azt kaptam, hogy jön két különböző táborba katona, és mindenki csak int,
aki gyanakszik, még az is csak körbenéz, de nem bánt igazából senki egy olyan embert, aki láthatólag nincs miért bántani. Igen. De mi, mintha leszoktunk volna ezekről az emberi történetekről, pedig ezek tök izgalmas. Ez nekem pontosan úgy fáj, mint neked, de nem teljesen szoktunk le róla azért, mert hogyha most az egész közelmúltnak a magyar filmjeire gondolok, amiket egyébként szánnivalóan kevés ember néz meg, és ezt órákat itt ülhetnünk még, hogy analizáljuk, hogy ez miért van. Egyébként két dolog miatt van, mert ha röviden akarom mondani, az egyik, hogy rohadt drága egy mozi jegy, mert 2200 forintért elmenni egy plázába egy családnak, mondjuk egy háromtagú családnak, egy popcornnal, meg egy kólával, ez abszurdum az átlagfizetésekhez képest. A másik, hogy egy költségvetésnek a töredék részét költik promócióra. Tehát ha arányait mondom neked, hogyha van egy 100 milliós film, akkor abból 1 millió forintot költenek arra, hogy ezt megtudja a néző, hogy létezik ilyen film. Ez semmi. Hát meg kell nézni, hogy mielőtt műsorra kerül egy amerikai film, mennyit látod a televízióban, szóval azt akarom mondani, hogy van azért emberi történet. Én kettőt tudok most mondani, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik a világ legkevesebb pénzéből készült egy főiskolás vizsgafilm volt, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Hát aranyos, tüneményes, kedves emberi történet. Nem az a fajta emberi történet igazából, amiről te beszélsz. Engem idegesített a főszereplő egészen végig, de hosszabb az nem másik. Akkor neked nem jó példát mondtam, akkor neked mondok egy másik példát, vagy másoknak is mondom. De lehet, hogy nem vagyok ilyen kallódó 30-as, és ez a bajom. Az anyan látták. Elég sokan látták. Sokan látták. De Szabóstán. Ja, az Ajtóról beszélsz? Az név, de ott van egy név. Az kötelező olvasmány meg. De van egy másik film, az Anyám és egyéb futó bolondok. Ez most készült a Fekete Ibolyának. Fekete Ibolyának a filmje. Hát valami gyönyörűségesen szép családtörténet. Több generáción keresztül követi egy családnak a történetét. Tele melegséggel, emberséggel, humorral, nevetni lehet rajta, könnyezni lehet rajta. És annyira közel enged magához a film, hogy élmény volt nézni. És ha már csak kettő tud az ember mondani, akkor meg én nem is láttam mindent. Meg ott volt a Róka Tündér, a Liza és a Róka Tündér. Az egy furcsa, bizarr história volt, de az is egy nagyon értékes film. Szóval azért van, meg biztos lesz is. Engem legalább annyira irritál az, hogy a mai magyar filmre gondolva, meg a tegnapira, hogy nincs az a fajta társadalmi elkötelezettség, nem tükröződik ezekben a filmekben, ami a 60-as, 70-es, de még a 80-as évek magyar filmjében is jelen volt. A rendezők részéről az ambíció, hogy valamiféle tükrét állítsa annak a világnak, amiben él. Most ez történt ez azokban az évtizedekben, amit úgy hívnak, hogy a most már kommunista diktatúrának hívják, de amit akik átéltük, mi úgy hívtuk, hogy szocializmus és a puha diktatúra, mert kemény diktatúra itt egy-két évet kívülve nem volt, és mégis megtalálták a rendezők. Egyrészt az volt a világos ambíció, hogy a végsőkig megpróbálni azt a rendszert, amiben élünk, a kritika tárgyává tenni. Elmenni a falakig. A fal az volt, hogy nem lehetett kétségbe vonni ezekben az években, hogy a létező világok legjobbika az a szocializmus. Ezt nem lehetett kimondani. De ennek ugyanakkor minden részletét meg lehetett bírálni, és az a paradox helyzet állt elő, hogy olyan volt a kultúrpolitika, volt annyira okos, meg volt annyira az agyon majdnem egy csúnya szót mondtam, de
fiatalok is jönnek itt, úgyhogy valami. Az Acél Györgyről manapság szintén is kizárólag csak rosszat lehet hallani, de ő egy rendkívül művelt és nagyon logikusan gondolkodó ember volt, és ezek voltak azok az évtizedek, amikor a film jelentette, igazából a film volt a nagykövete a magyar kultúrának. Tehát a magyar filmeken keresztül lehetett bemutatni a világnak azt, hogy a szocialista rendszer milyen liberális és milyen lojális, hogy mennyi mindent megenged, hogy íme ott vannak a Kósának a filmjei, ott vannak a Sárának a filmjei, ott vannak a Jancsónak a filmjei, ott vannak a Maknak, a Bacsónak, hogy tessék meg, csupa rendszerkritikus film. Hát akkor miről beszélünk? És ezek valóban elmentek odáig, ameddig lehetett elmenni. Aztán volt néhány, aki átlépte ezt a határt, átlépte ezt a falat, és az dobozba maradt. Én is csináltam egy ilyet a Gazdag Gyulával, a Bástya sétány 74 című filmet, ami egyszerűen átvertük a hatóságot, mert a Bástya sétány 74 az egy operett volt, és beadtuk annak a forgatókönyvét, és aztán az egész történetet a gyönyörűséges villából kivittük egy szeméttelepre, és oda helyeztük a történetet, és aztán néztek, mint a moziban, amikor elkészült a film, hogy nem erről volt szó. Na, szóval, hát nekem az emberi történetek mellett ez a fajta elkötelezettség hiányzik, mert nagyon, nagyon sok olyan film születik, ahol remek utánzatok készülnek, tehát kiderül, hogy sikerül utánozni a western műfajt, tehát majdnem olyan jó, mint az amerikai, csak valahogy nem látom meg ezekben a filmekben önmagamat, a szomszédomat, az ország problémáit, a társadalmi feszültségeket. Én meg ezt hiányolom. Én két dolgot tudnék ehhez, ha nem a nagy baj. Hát az egyik az, hogy amikor én gyerek voltam, akkor egy színész nevére igazából mindegy, hogy mi volt a film, bement a néző, magyar színész nevére. Tehát a Cserhalmit tök minden ilyen filmben játszott, megnézték. Na, azt is nagyon szeretem, azt a filmet, de jó, hogy mondod, a Dökkesei. Az a legjobb magyar film, még nem. Azt nagyon szeretem. És tehát akkoriban mindegy, mi volt, megnéztük. Ez az egyik, a másik, hogy én ezen a 70-es, 80-as években nőttem fel, és mi ezeken a cseh Menzel filmeken nőttünk fel, és valahogy akkor az egész ország tudott rajta nevetni. És ma meg ez a humor, pedig nem mindig tortató balos humor volt, és ma meg valahogy ez a humor, hogy az egész országból kiveszett. Tehát ha most kezdenénk az embereket ugyanezekkel a filmekkel bombázni, akkor szinte semmi hatásuk nem lenne. És ezt nem értem, hogy mi változott meg 20 év alatt, vagy 30 év alatt. A világ. Minden, valószínűleg minden meg. De a világ, oké, de mi? Azok a színészek, a nagyon jó színészekkel nem találkozik a néző, vagy nagyon keveset találkozik. Hát ugyanannyian járnak színházban, mint 20-25 év ezelőtt. Színházban igen, de akik színházban játszanak, azokat nem látod a televízióban. És hiába játszanak egy-egy magyar filmben, egy magyar filmnek elriasztó adatot mondok, ha egy átlagot veszek egy magyar filmnek, 10-15 ezer nézője van. Moziban. Tehát egy sokáig futó színházi előadáson több színészt lát a néző, mint a moziban, mert a televíziós szappanoperák, meg a showműsorok, azok nem színészekkel dolgoznak, hanem celebekkel, akikből ők csinálnak valakit, és a néző számára ők a sztárok, és nem a Cserhalmi György. Most mit csinálsz, ami miatt már Igen, most mit csinálok? Van egy Kondor Vilmos nevezetű szerző, akit nem úgy hívnak, hogy Kondor Vilmos, és csak ilyen álnéven írja a krimieit. A 30-as években játszódnak ezek a történetek, aminek az első, a ciklus első darabja az a Budapest Noir, és ebből
készítünk most filmet. Van egy ilyen, van egy detektív, aki az összes, egy újságíró detektív, aki az összes filmnek a vezér alakja, és ezt fogom csinálni. De előtte még most gyorsan lesz egy bemutató januárban, a Kern Andrással csináltunk egy filmet, a Gondolj rám a címe, és akkor, amikor majd megjelennek ennek a hirdetései, ami nagyon keveseknek fog a szem elé kerülni, mert nagyon kevés lesz, akkor majd gondoljatok rá, és esetleg nézzétek is meg. És befejez, vágószobában van egy Török Ferenc nevű rendező, akinek talán a legemblematikusabb munkája az a Moszkva tér volt. Vele készítettem filmet, egy 1945 nyarán játszódó történetet, egy nagyon érdekes korszaka a magyar történelemnek. Filmes szempontból teljesen feldolgozatlan korszaka, mert vége a háborúnak, még nem voltak választások, még a csendőr nem tudja, hogy ő most már nem csendőr, hanem rendőr, a jegyző nem tudja, hogy ő most már nem jegyző, hanem valaki más. Szóval kialakulatlan, fortyog még minden, és ebben a kialakulatlanságában egyszer egy mezővárosban játszódik a film, ahol egy nagyon váratlan esemény történik. Megáll a tehervonat, és a tehervonatról leszáll két pajeszos, kaftános zsidó ember, és mindenféléket lepakolnak a vonatról, és elindulnak egy bérelt szekérrel elindulnak a város felé, és futó tűzként terjed el a városba, hogy jönnek vissza a zsidók. És erre a hírre pánik tör ki, hiszen az emberek jelentős része benne van azok között, akik elvették a Schwarz úrnak a patikáját, vagy a házát, vagy az autóját, vagy az ezüstjét, vagy a szőnyegeit, vagy a képeit, és elindul egy pánik helyzet, ami a több szálon futócselekményt aztán elég drámaivá teszi. Fekete-fehérbe forgattuk a filmet, ami különlegesen jó érzés volt, mert már 20 nem tudom hány éve nem dolgoztam fekete-fehérre, de ez a történethez nagyon illett, mert egy kicsit szerettük volna megidézni a háború utáni filmek, az Ének a múzamezőkről és a hasonló filmeknek a hangulatát, és hát élvezetes volt megszabadulni egy kicsit a színektől, és kiderült, hogy a fekete-fehér film az sokkal alkalmasabb egy dráma elmondására, mint a színes. Valahogy a színesség, mintha lágyítaná a drámát, ez pedig nagyon egybe tartotta. De úgy érzem én, hogy ezt kifutottunk a mi időnkből, nem? Hát így kiszaladt a film. Most már is forog a film, már forog üresen az orsó. Perforációkat, de szerintem van még egy csomó kérdés, úgyhogy... Kettő. Az operatőr kérdezi az operatőrt. Vissza kell térni a Kukoricaszigetre. Az többen olvastam köztudott, hogy a film nyers anyag a kedvenced. Ez egy elég alacsony költségvetésű film volt. Ez nem tudom, hogy arra forgott, vagy... Filmre, ez volt az utolsó, amit filmre forgattam. Igen. Ez gyakran előfordul mostanában? Tehát a sikerül sokszor? Vannak még filmfanatikusok, nem jellemző már, de él még a celluloid. És szerintem lesz is egy reneszánsza. Most egyelőre, hogy elmarad, de túl fogja élni ezt a krízist, aztán megint elő fogják venni. A másik az a kunyhó belső jelenetek, ugye ezt általában egy nagyon szűk hely volt. Tehát ezt vagy műtelenben csinálják, itt valószínűleg ez volt. Ezért a Török bácsi úgy összeszökelte ugyan, de magunkat szétszettek, kivitelekült ez a kunyhó. Kétszer volt fölépítve a kunyhó, pontosabban háromszor. Egyszer a szigeten, másodszor vízparton, de nem a szigeten.
ez a második kunyhó, ez olyan volt, hogy a falait azokat bármikor ki tudtuk venni, tehát egy kis helyet tudtunk teremteni a kamerának, és harmadszor pedig a film vége jeleneteit azt egy külön erre a célra épített medencébe forgattuk le. Egy körülbelül akkora medencébe, mit mondjak, ilyen 500 négyzetméter körüli medencét csináltak nekünk a szabadba, amiben egy kis csermely, egy kis patakocska folyt be, amit el lehetett zsilipelni, amitől kontrollálható volt a vízszintje. És az, hogy úgy nézzen ki ez a hely, mint a film többi részében, az az úgynevezett CGI utómunkával készült, tehát ahol kicserélték a háttereket. A fönti kép az egy egyszerű darúról készült, ilyen villanyszerelő darujáról készült. De nehéz volt, mert, és még valami, valóban volt ember, amikor összedőlt. Ez a ház egy kaszkadőr volt benne. Az miért volt fontos, hogy hát ami az öreg emberre rátő, az, hogy ő belehaladol, inkább ott marad. Hát így volt hiteles. Föl voltunk készülve mindenre, úgyhogy nem volt veszélyben az élete. De bátor ember volt, én nem csináltam. Ott volt még kérdés, nem? Gábor. Igen, ott egy madárka, mert oda szögeztük őt. A természetes filmkészítés. Nem szép dolog volt tőlünk, de hát nem is az, hogy ilyen damillal volt a csomóval. De ez nem kifejezetten operatív ötlet volt, ez még a forgatókönyvben is benne volt. A szabadság itt nagyon érdekesen nyilvánult meg, mert ez a Zovasvili, az a Georgi, ez borzasztó tekintélytisztelő ember volt. Engem csak Mr. Elemérnek volt hajlandó szólítani, de odáig is el kellett jutni, mert először Mr. Ragályi voltam, és azt mondom, Elemi, legalább azt mondta, hogy jó, Mr. Elemér. De ugyanakkor nagyon komolyan argumentált. Neki nagyon határozott és pontos elképzelése volt arról, hogy hogyan akarja, mit hogyan akar csinálni. És ha én másképp gondoltam, akkor meg kellett győzni erről. Úgyhogy nagyon gyakran vitatkoztunk egymással. Egyben megállapodtunk, hogy én a forgatókönyvet nem olvasom, mert az nem. Minden reggel kezdjünk azzal, hogy mondja el nekem, hogy mi az aznapi jelenet. És akkor állapodjunk meg, hogy mire fut ki ez a jelenet, mi a húsa, szóval mit kell, hogy kifejezzen a jelenet, és akkor azt hogyan tudjuk a legjobban megcsinálni, és néha eltért a véleményünk, és győzködtük egymást. Úgyhogy én ezt szeretem, nem azt szeretem, amikor én olyan szabad vagyok, hogy nekem senki nem mond ellent, mert ott valami nem stimmel. Akkor annak, aki ennyire aláveti magát az én elképzelésemnek, akkor annak nincs elképzelése, akkor az rám támaszkodik. És rengetegszer volt a pályafutásom során olyan rendező, akik álltak és várták, hogy majd én megmondom, hogy akkor most hogyan csináljuk. Ez egy darabig imponál az embernek, de aztán elkezdi bosszantani. Úgyhogy ezért is volt számomra ez egy ideális partner, mert nagyon jól lehetett vitatkozni akkor vele. Akkor én most megmondom, hogy köszönjük szépen. Jó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a türelmeteket is. Köszönöm, hogy eljöttél.